Az első adventi ünnepség megtörtént itt a Találkozások házájában, és a dolgozók itt hevesen dolgoznak azon, hogy jöjjön a második is, és természetesen színes programokkal kedveskednek az ide látogatóknak. Köszöntöm Kulcsárné Jutkát, mint intézményvezetőt. Van papír a kezedben, tehát az azt jelenti, hogy ismét lesznek programok. Igen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye ez a hétvége a Mikulás várás jegyében fog telni itt Tiszavasváriban, a Találkozások háza előtti téren, illetve itt bent a Találkozások házában. Gazdag programkínálattal készültünk, hiszen már december 3-án pénteken érkezik ide Tiszavasváriba a Mikulás vonat. A délelőtt folyamán szervezett formában fognak érkezni a gyerekek ide a Találkozások házába, hiszen egy óriás bábkiállítás az, ami már várja őket itt a kamarateremben. Ennek a bábkiállításnak az lesz a címe, hogy a négyszögletű kerekedő meséi, tehát óriás bábok érkeznek, és itt a kiállítás ingyenesen tekinthető meg. Tehát, ahogy említettem, szervezett formában fognak érkezni a gyerekek ide a Találkozások háza előtti térre a Mikulás vonattal, és meg fog érkezni a Mikulás is ide hozzánk a Találkozások háza elé, illetve a Találkozások házába. 10 óra 30-tól a Gombóc Együttes ad majd egy kis mikulásváró műsort. Ide elsősorban a kicsiket várjuk, az ovis, illetve a bölcsis korosztályt. Aztán a délután folyamán 14 órától ismét a Gombóc Együttes lép majd színpadra, ahová majd alsós kisdiákok érkeznek a műsorra, és napközben pedig lufi hajtogató bohóc, arcfestő, csillámtetkó, illetve henna festés várja majd a legkisebbeket. Mindez természetesen ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. Amikor a program, a Gombóc Együttes műsora befejeződik, akkor visszaszállítjuk majd a Mikulás vonattal a gyerekeket az intézményekbe, és körülbelül olyan 16 órától menetrend szerint fog közlekedni majd ez a Mikulás vonat 18 óráig a városba. Az, hogy milyen pontokon áll meg, kérem figyeljék majd Facebook oldalunkat, illetve honlapunkat, készül a menetrend. És ugyanez érvényes majd szombatra, amikor 9 órától indul majd a Mikulás vonat a város különböző irányaiba. Hát először is a városnak a bűdi város részéről indul majd a Mikulás vonat 9 órától a görögkatolikus templom, illetve a régi ABC közötti egyirány utcában lehet majd felszállni 9 órakor erre a Mikulás vonatra, ami ide fog majd érkezni a Találkozások házába, és ezután pedig szintén majd figyeljék a menetrendet, hiszen menetrend szerint indítjuk majd a járatokat a bűdi város rész irányába, aztán a gyári lakótelep felé, illetve lesz olyan kör, hogy a Bajcsi-Zsilinszky út, Petőfi út, és akkor úgy kanyarodik majd a Kossuth út felé, és a római katolikus templomnál is meg fog állni majd a busz megállóba. Ez a menetrend, ez hamarosan felkerül majd a közösségi oldalakra, a honlapra, illetve a városi televíziónak a képújságában is elérhető majd. És hogy mi várható december 4-én itt a téren, illetve a Találkozások házában? Ez szombati nap. 9 óra 30-kor meg fog érkezni a Mikulás a gyerekek legnagyobb örömére ide a térre, és terveink szerint vonattal fog érkezni a város fenyőfájára. Nem is csodát, ebben a sáros időben elakadnak a rénszarvasok még Dankópusztánál. Így van, tehát mindenféleképpen valami motoros járműről kellett gondoskodnunk. És közben ugye már gyülekeznek majd a 9. Mikulás motorozásnak a résztvevői. 10 órakor indul majd innen a 9. Mikulás motorozás. Előre megtervezett útvonalon történik majd a felvonulás, tehát mindenféleképpen érdemes lesz már 9 óra fél 10 körül ide kilátogatni hozzánk a Találkozások háza előtti térre. És 10 órától pedig a Kalamajka Bábszínháznak a Mikulás váró műsora majd várja a családokat ide a Találkozások házába, bent az aulában tervezzük majd ennek a kis báb előadásnak a megvalósítását. És napközben lufi hajtogató bohóc, ugyanúgy arcfestés, henna tetoválás, illetve csillámtetkó várja majd a legkisebbeket. 14 órától pedig a 100 fok Celsius ad majd élő koncertet,
és 15 órakor még visszatér ide hozzánk a találkozások háza előtti térre a Mikulás, és egy kis meglepetéssel is kedveskedik majd a gyerekeknek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt az a Mikulás váró hétvége gazdag programot kínál majd a kisgyerekes családoknak. Bízzunk a jó időben, és kérem, látogassanak ki hozzánk ide a találkozások háza elé. Azt még mondjuk már el, hogy bár nem a ti rendezvényetek, de most szombaton lesz a motoros Mikulás, ahol mi látványosság, én azt hiszem, egy csomó Mikulás ruhába beöltözött motoros szokás szerint járja majd a várost, illetve mennek a szomszédos településekre, és ha jól emlékszem, ez 9 órától van. Igen, tehát 9 órától lesz itt a gyülekező, és 10 órakor indul majd a felvonulás előre megtervezett útvonalon, tehát mind a Bűdi város részre, mind pedig a gyári rakóterepre ki fognak majd látogatni ennek a felvonulásnak a résztvevői. 9. alkalommal kerül majd sor erre a rendezvényre, és akik már látták korábbi éve, években tanúsíthatják, hogy ez látványos dolog. Tehát amikor több motoros Mikulás úgymond elindul a városba, tehát mindenféleképpen látványos, és ők jótékony céllal indulnak el, tehát megjutalmazzák, majd megajándékozzák a gyerekeket. Nézzük advent második napját. Tehát a advent második vasárnapjára is készülünk, tehát december 5-ére esik majd a második adventi gyertyagyújtásnak az ideje. A múzeumban ugyanúgy, mint ahogy az első adventi hétvégén, kézműves foglalkozással készülnek a kollégák. 14 órától várjuk majd a kisgyerekes családokat, illetve az alkotni vágyókat, hiszen a kollégák lelkesen készülnek erre a kis kézműves foglalkozásra, és még itt szeretném megemlíteni, hogy bizonyára látták a kedves televízió nézők, hogy a Vasvári Pál Múzeumnak a múzeum kertjében, a sétányon egy kis mézes kalács falu kiállítás nyílt. Itt az advent idejére, advent első vasárnapján már ugye megtekinthető volt ez a kis kiállítás. Díszvendégek Jancsi és Juliska. Hát igen, meg a mézes kalács házikú. Tehát nagyon látványos ez a kiállítás, és ez a kiállítás ugye hétköznapokon a múzeum nyitvatartás idejében látogatható, de hétvégeken, amikor a múzeumi foglalkozások, kézműves foglalkozások tartanak, előtte már 12 órától teljesen az adventi program végéig 18 óráig látogatható, tehát érdemes megnézni, hiszen gyönyörű a Vasvári Pál Múzeumnak a múzeum kertje. És utána pedig ugye az advent hétvége programja itt a találkozások háza előtt fog folytatódni. 15 órától már indul az adventi vásár, illetve a kisállatsimogató. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen csalogató lesz a kisgyerekeseknek, a városlakóknak, hogy kilátogassanak ide hozzánk a találkozások háza elé. 16 órakor mond adventi köszöntőt Rádúj Zsolt alpolgármester úr, illetve sor kerül majd a második adventi gyertya meggyújtására, Szoren Attila református lelkész is elmondja adventi gondolatait, és a Lurkó Kuckó óvoda óvodásainak Mikulás váró műsora következik majd, és a műsor végén pedig megérkezik majd ide a térre a Mikulás is. Ezt követően Balázsi Petti és Varga Feri adventi koncertje következik, és egy olyan meglepetéssel készültünk, amit már a Találkozások Háza színház termében fogunk megrendezni, a Kicsi Gesztenye Klub show, és Mini és Max lesznek ennek a show-nak a vendégei. Tehát ez lehet, hogy a mikorosztályunknak nem mond semmit, de a kisgyerekes családok körében népszerű, hiszen ezek a mesefigurák, ezek most a mostani ovis, illetve alsós korosztály körében nagyon népszerűek. Tehát velük találkozhatnak itt a Találkozások Háza színház termében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a hétvége is gazdag programkínálatot nyújt majd az ide kilátogatóknak, és bízunk a jó időben. Mert ugye itt sajnos az első adventi hétvégén az első körbe húzta, vagy áthúzta számításunkat, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére nagyon sokan kilátogattak ide hozzánk, és én szeretném megköszönni ezúton is mindenkinek a kitartását, és azt, hogy ilyen csodálatos közönség volt, akár a Nagy Adri koncertjén, akár pedig ugye itt bent a találkozásokon,
találkozások házában folytatódott a Szironta Csengettyű Együttesnek az adventi koncertje, és felejthetetlen élményt nyújtottak az ide látogatók számára.